megszeretnék köszönni ennek a 11 évnek a munkáját. Sajnálom, hogy én ezt azután jelentette be Őcsény polgármestere, miután a helyi képviselőtestület leszavazta saját feloszlatását, így végül csak Fülöp János távozott. A település vezetőjét akkor kezdték el kritizálni a Tolna megyei faluban, amikor kiderült, hogy menekülteket üdültetnének egy itteni panzióban. Ez az a vendégház, ahová a bevándorlókat beköltöztették volna. A településen parázsvita alakult ki az ötlet hallatán. Többen ma is a nem tetszésüket fejezték ki. Hát még az kell, hogy ilyenöket behozzanak. Ide figyeljenek. Ezek csak gyerekeket csinálnak. Van itt épp elég baj az emberekkel, vagy nálunk is a faluban. Nem kellene még ide hozni másokat. Ez a fiatalember úgy hallotta, hogy főleg gyerekeket üdültetnének a házban. Hát én úgy tudtam, hogy ide majd gyerekeket hoznának egy-két szülővel, akik felügyelik őket. És ugye elég sokan felháborodtak emiatt, hogy ide hozták volna őket. A panzió tulajdonosát telefonon értük el. A férfi azt mondja, maga kereste meg az egyik menekülteket támogató szervezetet, hogy felajánlja szabad szobáit a menekült családoknak. Végül a helyiek tiltakozása miatt mondott le az ötletről. A faluban meg is fenyegették, hogy ha nem így tesz, éjszaka meglátogatják. Elmondtam nekik, jó, hogy gyertek, várlak titeket. Éjfél környékén egy hatalmas nagy csattanásra ébredünk, mint később kiderült, egy féltégár hajítottak a furgonnak a fénylemezéhez. Gondolkoztunk, kimenjünk, ne menjünk. Hogyha még ott maradtak az emberek, akkor ha kimegyünk, akkor ott nem csak tárgyban, hanem emberben is lehet sérülés. Hogy miért mondott le a település vezető, azt az Őcsényi polgármesteri hivatalban próbáltuk megtudni. Csütörtök délután viszont senkit sem találtunk az épületben. Hadd érletődjek, a képviselőtestületből találunk-e itt most valakit? Nincs senki. Nincs senki? És várható, mikor lesz, vagy mikor tudnánk esetleg? Hát amikor lesz testületülés. Telefonon kerestük a volt polgármestert, ő ugyanakkor nem akart kameránk elé állni. Azt azonban elmondta, hogy sajnálja a lemondását, viszont nem látott más megoldást arra, hogy rendezze a faluban kialakult konfliktust. Mint mondta, lemondása elsősorban a faluban élőket fogja rosszul érinteni.